Üdvözlöm Önöket, ez a felső emelet a STV Tudott TV csütörtök esti közéleti műsora, magyar nyelvű közéleti műsora. Mivel a hétfői adásunkat az ortodox és a görögkatolikus húsvét miatt el kellett napoljuk, el kellett halasszuk, arra gondoltam, hogy ma este is politikával fogok foglalkozni. Stúdiómban levő vendégeimmel, Smarántai Náki asszonnyal, a Pro Európa Liga társelnökével, valamint László Györggyel, a Magyar Polgári Párt Maros megyei elnökével, tehát akkor politikával, közéleti dolgokkal fogunk foglalkozni. Üdvözlöm Önöket a stúdiónkban. Jó estét kívánok! Nyilván a helyhatósági választások kerülnek a terítékre, hát ez a legaktuálisabb. Itt Marosvásárhelyen az utóbbi időben egyre gyorsabban peregnek az események. Vas Levente, mint tudjuk, lemondott helyette, Frunda György szenátor úr jelentette be indulási szándékát ugye a marosvásárhelyi polgármesteri székért. Sőt, nemrég egy olyan hír is megjelent a napokban, hogy a szenátor úr Smarándá asszonyt meg is próbálta győzni azzal kapcsolatban, hogy visszalépjen, és hát Frunda Györgyöt támogassa. Hát ezt ön cáfolta, de hát mi az igazság ezzel kapcsolatban? Hát az igazság az igazság, az, hogy Frunda szenátor úr felkeresett az irodámba, és múlt pénteken nagyon kellemesen elbeszélgettünk, és nyilván voltak javaslatai. Az egyik javaslata az, hogy próbáljunk ugye együtt, valamilyen formában együtt hozzájárulni ahhoz, hogy szűnjön meg a Dorin Flóra vezetés típus és vezetési koalíciónak a 12 éve, és hogy hozhassunk létre Marosvásárhelyen egy újabb típusú, egy modern, egy európai, egy úgymond elegánsabb és hatékonyabb városvezetési stílust és csapatot, és a szenátor úrral ilyen szempontból egyet tudtam érteni, hogy szükség van a változásra, és hogy ez a változás nem lehet csak egy részleges, hanem egy radikális változásra van szükség. Ugyanakkor nem tudom megerősíteni azt, hogy azt kérte volna tőlem direkt, hogy visszalépjek, de nyilvánvaló a szenátor úr is, úgy gondolom a pártja részéről, az RMDS részéről, meg én is érdekeltek vagyunk abban, hogy, és máskülönben gondolom minden marosvásárhelyi, aki vágyik a változásra, arra kell felfigyeljünk, hogy ki a legesélyesebb. Én a szenátor úrnak azt mondtam, hogy nem ismerek semmilyen olyan felmérést, amely bebizonyítaná jelen pillanatban, hogy ő jobban áll, mint én, hogy ő a legesélyesebb kihívója Dorin Flórának. Ha egy ilyen felmérés elkészül, és majd láthatjuk az eredményt, és az, aki elkészíti úgymond egy független, egy autonóm intézet, akkor lehet azon gondolkodni, hogy mi volna a városnak jó. Értem. Hát minden esetre az RMDS, hát fogalmazok úgy, hogy egy nagy ágyút próbál Marosvásárhelyre hozni. A Magyar Polgári Pártnak mi a vélemény ezzel kapcsolatban? Igen, itt nagyjából egyeznek a véleményünk, tehát úgy látom, hogy ami a városvezetést illeti, Marosvásárhelyt illeti, igenis egyetértek teljes mértékben, hogy változásra van szükség. Egyetértek abban, hogy Marosvásárhelyen a jelenlegi városvezetést le kell cserélni, és itt arra gondolok, hogy nem csak a polgármestert, hanem az egész korrupt mafiota hálózatot, amely beépült, 12 év alatt volt ideje, beépült jól a városvezetésébe és a közintézményeinkbe. Ugyanakkor abban is egyetértek, hogy ha arról beszélünk, hogy lecseréljük a városvezetést, együtt könnyebb lenne. Jobb lett volna, mint ahogy önök is tudják, próbálkoztunk is nagyon sokat másfél éven keresztül, hogy közös nevezőre jussunk, úgy politikai szervezetekkel, mint civil szervezetekkel, megegyezzünk egy pártok fölötti polgármester jelöltben gondolkozzunk, mindannyiunk polgármesterébe, marosvásárhelyiek és úgy politikai szervezetek, mint civil szervezetek jelöltjébe, közös jelöltjébe. Sajnos nem sikerült mai napig kiegyezni, mikor arról beszéltünk ugye, hogy akkor ne csak a politikum döntsön, akkor ha nem vagyunk képesek, politikusok, a politikai szervezetek közös nevezőre jutni, és egy feloldathatlan, egy
abszolút nehéz helyzetbe kerültünk, nem tudtuk feloldani ezt a kérdést, nem tudtunk megegyezni, akkor azt mondtuk, hogy az egyetlen eszköz, járható út az előválasztások intézménye lenne, amely feloldhatná ezt a helyzetet, a kialakult helyzetet, és eldönthetné, amennyiben nem tudtuk ezt mi politikusok, eldönthetné a marosvásárhelyi közösség, hogy kit látna legszívesebben a jelenlegi városvezetés helyett úgy polgármesternek, valamint döntéshozatalra és más intézmények élére. Tehát valódi rendszerváltást szeretnénk, tehát nem csak Marosvásárhelyen, hanem mondhatom azt, hogy a Magyar Polgári Pártnak tulajdonképpen ez az alapvető célja, hogy igen, Marosvásárhelyen is, de megye szinten, ország szinten valódi rendszerváltásra van szükség. Főleg a magyar közösség szükségelteti ezt, hiszen amennyiben úgymond volt egy forradalom, nevezzük forradalomnak, 89-ben ugye, a rendszerváltás történt bizonyos mértékben, a román nemzetiségű emberek ezt el is tudják mondani, hogy valami csak történt, valami változás. Mi viszont magyar nemzetiségű személyek, emberek, polgárok nem tudjuk ezt elmondani, hiszen ugyanaz a posztkommunista politikum képvisel bennünket állítólag. Ideje lenne most más nevekről is hallani, más elképzelésekről, más véleményekről, egy igazi érdekképviseletet felváltani, alkotni, hiszen ez választási parancs. 22 év után gondolom, hogy nyugdíjba mehetne Markótól Megkezeverestóig az eddigi vezérkar, úgymond akik RMDS színekben valójában, de a magyar politikai vezéregyéniségünknek ismertük, és feltette a kérdést, hogy nagy ágyúval jött az RMDS. Igen, valójában egy nagy ágyúval jött az RMDS, de én azt is el kell mondanom, hogy egy nagyon rozsdás ágyúval jött az RMDS. Meggyőződésem, hogy új arcokra, tiszt emberekre van szükség, és igen, elmondhatom, hogy a mi jelöltünket is annak tekintem, jelen pillanatban Benedek professzor urat, és el kell mondanom, hogy Énáki asszony is az olyan személyek közé tartozik, hogyha három jelöltről beszélünk, Énáki asszonnyal igen jó kapcsolatot ápoltunk eddig is, még a Magyar Polgári Párt kezdeteitől fogva, annak idején emlékszünk, hogy együtt tudtunk dolgozni, és a változás reményében együttműködtünk mai napig. Úgy gondolom, hogy Énáki asszony is egy olyan személy, aki ezeknek az elvárásoknak eleget tudna tenni. Igen, hát egy picit visszatérnék ezzel a már elnézést a kifejezést, a nagyágyúval Énáki asszonyhoz. Nem gondolja úgy, hogy Frunda György azért mégis egy olyan kaliberű politikus, amely akinek, akire inkább szavaznának a marosvásárhelyi magyarok. Hát talán még román emberek is. Tehát említette, hogy nem látott még kimutatásokat ezzel kapcsolatban, de abban az esetben, hogyha ilyenek megjelennének, talán elképzelhető lenne, hogy támogatná a Frunda szenátor urat a továbbiakban. Én nyilvánvalónak tartom azt, hogy mindenki tudja, és mindenki elfogadja azt, hogy egy közismert személyiségről van szó, nem csak Marosvásárhelyen, csak mondjuk azt, hogy a fővárosban és külföldön is, és nyilvánvaló, hogy amikor az RMDS az ő segítségére folyamodott, akkor azért tette meg ezt, mert talán szükség van egy erős mozdonyra, amely a holtpontból tudja kihúzni talán a pártot, az RMDS-et, nem csak a mostani választásokkal kapcsolatosan, hanem az őszi, a parlamenti választások perspektívájában is. Azt kell mondanom, hogy meg vagyok győződve, hogy sok szavazatot kaphat, nem tudom mennyit. Erről van szó. Nem tudom, hogyha valóban ő a legesélyesebb kihívója. Ugye a polgármester úrnak azért is, mert nagyon sok ember, nem csak ebben a városban, hanem az egész országban valahogy megunta a politikusokat. Ez egy helyzet. Nem egy jó dolog, mert én nagyon jól tudom, hogy az európai parlamentáris politika pártokra épül. De a romániai pártokkal kapcsolatos benyomás és ugye azt, amit az emberek megtudtak, megismertek az életükből, az nem bátorítja őket, hogy föltétlenül pártokra adják be a szavazatokat, főleg olyan pártokra, amelyek már voltak és kormányoztak, ugye. És itt ilyen dolgok vannak, az embereknek az életszínvonala nagyon csökkent.
fizetéseket megcsonkítottak, nyugdíjakat megadóztattak, a korrupció mérhetetlen formákat ért, öltött az utolsó időben. Nagyon sok állampolgártársunk kivándorlásra szorul, vagy ilyen, hogy is mondjam, valahogy feladja a harcot a jogaiért, mert látja, hogy az intézmények nem támogatják. Ez a kiábrándulás ugyanakkor nagyon veszélyes, mert nem volna jó, ha a demokráciára épülő parlamentarizmus megszűnne, mert ennek mit lehet, csak a diktatúrát vagy az anarchiát behozni. De ugyanakkor a pártok felújulása az nagyon fontos. És attól tartok, hogy Marosvásárhelyen nyilvánvaló vannak sokan, akik szimpatizálnak a szenátor úrral, de előfordulhat, hogy ők úgy gondolják, hogy ideje, hogy egy érdemre, egy meritokráciára épülő Marosvásárhely vezetés legyen, amelyben fontos legyen az identitási tényező is, de ne legyen megosztó a városon belül, mert azért próbáljunk belegondolni abban, hogy amíg mi csak etnikai elvekre próbáljuk a politikát építeni, amíg nem fogunk össze, addig ez a város mindig az egyik, hogy így mondjam, az egyik cilinderével húz, és a másikkal fékezhet. És ez nem jó a városnak, nem jó Erdélyre nézve. Úgyhogy nekünk van egy olyan feladatunk, hogy békét, biztonságot, összefogást hozzunk az embereknek. Az embereknek a benyomása az, hogy a mostani polgármester úr bár egyfolytában cáfolja, hogy ő politikus lenne, kiszolgáltatta a város adminisztratív, az önkormányzati részét is a politikának. Mert ugye képes volt a törvényeket nem tiszteletben tartani, és kinevezni a mostani alpolgármestert illegálisan. Elbocsájtani egy megválasztott liberális polgármestert abban a pillanatban törvénytelenül. Törvénytelenül járnak el sok mindenben. Nagyon felfigyeltek az emberek az utolsó időben arra, hogy ezek az emberek, akik a Marosvásárhelyi közösségnek tesznek, és mindent azt mondják, hogy mindent a közösségért teszünk, ezek mérhetetlenül meggazdagodtak 4, 8 vagy 12 év alatt, és kontrollálnak mindent ebbe a városba. A futballcsapat, egy privát csapat, amit közpénzből kell eltartsunk, ugye a helyi közlekedési vállalat, az alpolgármester úr egyik cégének a kezében van. Nagyon sok ilyen dolog, amikor kivizsgáljuk, oda vezet, hogy itt bizony az üzlet nagyon összefonódott a politikával, és el lehet gondolkodni ezzel. Mi a jobbik, hogy egy nagyon jó, egy erős, nagy ágyút hozzunk politikai részről, hogy győzzük meg a marosvásárhelyieket, hogy rászavazzanak, vagy megértve azt az üzenetet, amit az emberek egyfolytában küldenek nekünk, mert nagyon kevesen mennek el szavazni, mind kevesebben, hogy jöjjünk elő új figurákkal, új programokkal, olyan emberekkel, akik ilyen szempontból még nem vezették a várost, és akiknek hiteles profiljuk van, és hiteles csapatot tudnak létrehozni. Lehet, hogy az emberek el fognak gondolkodni azon, hogy érdemes-e nekik kimenni a házból, mert nem biztos, hogy a választásokat csak úgy tudjuk megnyerni, hogy ki a legesélyesebb közülünk, hanem azzal is, hogy ki tud megszólítani a legtöbb embert, aki általában nem megy el szavazni, hogy igenis most jöjjön el szavazni, és segítsen bennünket, hogy cseréljük ki radikálisan a mostani városvezetést. Igen, köszönöm. Hát László elnök úr beszélt arról, hogy nyilván itt gondok vannak a mostani jelöltekkel, de hát azért bizonyos szinten Benedek professzor úr mellett tették le a voksukat a polgári párt vezetősége.
Hát akkor ezt a, nagyon tetszett ez a kifejezés, a meritokráciát ilyen szempontból lehet alkalmazni az önök pártjánál? Tulajdonképpen valamit tisztáznunk kell. Tehát az elsősorban úgy történt, hogy Benedek Imre professzor úr független jelöltként jelent meg a politikai porondon, tehát nem a Magyar Polgári Párt jelöltjeként. És megkerestük, hogy mi a közös bennünk tulajdonképpen. Ugyanezeket kerestük együtt is én Áki asszonnyal, hogy ugye ha egyszer abban megállapodtunk, hogy közös az, hogy a jelenlegi városvezetés le kell váltani, és nagyon szépen fogalmazott én Áki asszony, hogy miért, esetleg még is tudnék oda tenni néhány mondatot, mert vannak még súlyosabb helyzetek is, mert nem csak néhány ember gazdagodott meg, és él jól az emberek által, hanem mondhatom, hogy egy egész rendszer működik, függetlenül az identitásától, illetve a nemzet identitásától, ezt is el kell mondani. Azt is el kell mondanom, hogy Frunda szenátor úr tulajdonképpen azért vállalt el a jelölést, mert arra van szükségük, hogy minél több mandátumot szerezzen az RMDSZ-nek a helyi döntéshozatalba, mert nagyon fontos a döntéshozatal, úgymond Flória se tudja vezetni a polip stílusú hálózatát, amennyiben a helyi döntéshozatal nincs mellette. És nagyon fontos, akik kerülnek be a döntéshozatalba, és tudjuk, mert látszik helikopterből is, hogy mekkora korrupció, és mi folyik Marosvásárhelyen. Ugyanakkor a közigazgatás mellett még a döntéshozatalról annyit el kell mondanom, hogy Romániában a magyar emberek nyugdíját levágták, és mondhatom azt, hogy bűntársak a magyar emberek ebbe, a magyar kormányzó emberek. Az mi véleményünk az, hogy 100%-os kifejtett munkáért 100%-os fizetést és nyugdíjt kapjanak az emberek, mert nem 75%-ban dolgoztak. Rengeteg olyan gond van, amit meg kell változtatni. És egy olyan személlyel lecserélni jelen pillanatban a jelenlegi polgármestert, Dorin Flóriát lecserélni egy Frunda Györggyel, véleményünk szerint nem változtat semmit. Nem megoldás az, hogy hazaszaladunk Bukarestből, behúzzuk az RMDSZ néhány tanácsossát, jelen vagyunk, és minden megy tovább. Nagy Isten, arról is beszélhetünk, hogy most ez a polip nem magyarul, hanem románul fog ezután, vagy nem románul, hanem magyarul fog beszélni. Ez mind-mind benne van ebben a közös kosárban, ugye ezt mind-mind meg kell változtatni. Ami pedig Benedek professzor jelölését illeti, napi renden volt az összefogás, mert nagyon jól tudtuk, hogy egy ilyen szervezett polip, korrupt mafiót a csapatot, csak is erővel lehet, csak is összefogással lehet, együtt tudjuk leváltani. Szükségünk van mindannyiunkra. Ezért kezdtük meg a tárgyalásokat annak idején. Én Áki asszonnyal is, Benedek Imre professzorúrral is, civil szervezetekkel, más magyar politikai szervezetekkel, és megpróbáltuk ugye az előválasztások intézmény keretéből megvalósítani az egyelöltet, és egy kemény közös döntéshozatalra. De most már egyre kevésbé látszik, hogy lesz. Most már elmúlt az idő szép lassan. És akkor szólítottuk meg Benedek Imre professzor urat is. Benedek Imre professzor úr mögött meglepően sok civil szervezet felsorakozott abban az időben, és akkor úgy állapodtunk meg, hogy amennyiben ezt akarjuk, és ez a közös bennünk, hogy lecseréljük, ami most van, és egy jövőt tudjunk megalapozni Marosvásárhelynek, az átláthatóságot tudjuk biztosítani Marosvásárhely lakosságának, polgárainak, akkor igenis csatlakozik professzor úr is, és együtt mindannyian hozzájárulva megvalósítjuk ezt a választási parancsot, eleget teszünk ennek, ami arról szól, hogy leváltani a jelenlegi városvezetést a főnökével együtt. Na most akkor létrehoztuk ezt a úgynevezett polgári koalíciót, ami a választásokra született, a Marosvásárhelyi közigazgatásra született, és igen, ott van a Magyar Polgári Párt, lehet mondani, hogy zászlóvívője ennek a polgári koalíciónak. És amikor én Áki asszonyra tárgyaltuk ezeket, én Áki asszony egyenesen kiállt a döntésem mellett, hogy már pedig nem szeretné, ezt ugye én Áki asszony elmondhatom, nem szeretné a politikummal összekeverni magát, független pártok fölötti személyiségként szeretne indulni az önkormányzati választásokon polgármestert jelöltnek. Mi ezt végig tiszteletben tartottunk, viszont megmaradtunk mi is, ugye, mert a döntéshozatalban szükség van a jelenlétünkre, és polgármester jelöltünk is van, hiszen nem azért tesszük ezt, hogy behúzza professzor úr Benedek Imre professzor urat a
az embereket, a jelöltjeinket a helyi döntéshozatalba, hanem azért van, mert Benedek Imre professzor igenis esélyes személy arra, hogy Dorin Flóriát megverje. Ez a célunk. Természetesen tárgyaltunk, tárgyalni fogunk továbbra is, tárgyalunk jelen pillanatban a néppárt vezetőségével, mert például megye szinten nagyon sok olyan hely van, település van, ahol nekünk meg kell egyeznünk, és közös erővel tudunk ilyen kis helyi maffiákat leverni, és reményeim vannak, hogy Marosvásárhelyi szinten is előbb-utóbb döntés születik, már nincs túl sok időnk természetesen, és egy igazán kemény felállítással szállunk szembe a jelenlegi városvezetéssel és annak vezérével, Dorin Flóriával. Igen, ez lett volna a másik dolog, amivel még nyilván kell foglalkoznunk a mai műsorban, hogy ugye, hát RMDS-szel nem, ezek szerint nem tárgya, nem igen megy a tárgyalás, de az MNP-vel talán igen. Az RMDS-szel próbálkoztunk. Az egész 2011-es év ideje alatt ez volt napirenden önöknél médiában, ugye, hogy próbálkoznak a magyar szervezetek megegyezni. Úgymond nekünk októberben adták ki az útunkat, tehát mikor véglegessé vált, mikor már nem láttam semmi esélyt a kiegyezésre, akkor döntöttünk úgy, hogy kivonulunk, hát nem volt semmi értelme, mert nem akartak összefogni, mindent egyes eszközzel ezt nekünk bebizonyították. Akkor azt mondtuk, ha nem lett összefogás, akkor legalább a polgármester jelöltbe tudjunk megintézni, ne verjük teljes mértékben szét a magyar közösséget, meg ne vegyük el a reményeket, úgymond nemzetiségtől függetlenül a marosvásárhelyi polgároktól, ugye. Ők úgy látszik, hogy ebben nem akartak partner lenni, másrészt pedig a néppárttal továbbra is tárgyalunk, és nem csak, mert mondtam, említettem civil szervezeteket is. Meggyőződésem, a Vas Levente visszavonulása se volt véletlen, tehát én azért nem fogalmaznék úgy, hogy úgy döntött, hogy visszavonul, mivel hogy nem támogatták a politikai szervezetek. Hát azért, ha megfigyeljük a történéseket, lehetne erről sokat beszélni és vitatkozni, de szerintem igaza van mindenkinek, önöknek is, hogy nem is kell, erőre kell menni. Véleményem szerint nem az a jelölt szenátor úr, akivel nyerni fogunk. Véleményem szerint még néhány nap alatt közös nevezőre juthatunk, úgymond ellenzéki szervezetek, politikaiak és civil szervezetek egyaránt, és képesek leszünk felállítani egy olyan csapatot, akivel leverjük a helyi a jelenlegi városvezetést. Én is hozzátenném csak azt, hogy ha egészen őszinték akarunk lenni, és gondolom, hogy azért is beszélgetünk itt, az asztal körül, akkor igazából nem lehet csak két részre osztani ennek a városnak, a lakosságának a voksolását. Egy része, aki valamilyen módon és valamiért megelégedett a mostani vezetőséggel, és újra meg fogja szavazni. És a másik része, aki nem ért egyet. Na most úgy az egyik részben, mint a másik részben vannak románok, vagy vannak magyarok, vannak párttagok, vannak pártatlanok, stb. Én magamnak nagyjából a mások őszintességét úgy tudom felmérni, ha meg vagyok győződve, vagy meg tudnak győzni arról, hogy valóban nemesen gondolkodnak, és önzetlenül gondolnak a város jövőjére, félretesznek minden olyan, mondjuk akadályt, minden olyan ellentétet, ami lehet vallási, lehet nyelvi, lehet etnikai, lehet politikai, és összefognak, mert van egy nagyon fontos célunk. Van egy ilyen cél, mert ez a város lassan-lassan egy mafiózó városá változik. Nagyon sok az olyan klub, ahol az emberek a pénzüket ott hagyják, nagyon sok az a hely, ahol az időt töltik, mert nincs munkahelyük, nagyon sok a levert ember, aki nem gazdagodott meg, nem is nyert, majdnem nem is tudja túlélni ezt a hosszú tranzíciót, és meg kell érteni, hogy a polgármester úr, az alpolgármester úr, a prefektus úr, és mindazok, akik ma újjá akarnak születni ebben a marosvásárhelyi összefogásban, ugye? Ezek az Alianza Pentrumores. Ezek az emberek aktív párttagok voltak. Ezek az emberek a marosvásárhelyi közösségért nem szólaltak meg, mikor a fizetéseket 25%-ra levágták, és nem mentek ki
tüntetni Marosvásárhely virágórája körül, ahogy mi megtettük minden este, sokáig, több mint egy hónapig, ugye? A Pro Európa Liga tagjai kint voltak? Én kint voltam, és tagok is kint vannak. Ott voltunk már, amikor Raed Arafatot kellett megvédni, és amikor nagyon emlékszem, hogy a polgármester úr azt mondta, hogy nagyon csodálkozik, hogy nem értjük meg azt, hogy Raed Arafat nem mondja az igazat, és ő 3 perc alatt elolvas nekünk 4 oldalt az egészségügyi törvénytervezetből, és meg fog győzni bennünket. A prefektus, az alpolgármester, a polgármester, mindegyik hallgatott, Raed Arafatot meg lehetett hurcolni akárhogy, ha a marosvásárhelyiek nem mennek ki az utcára, és azután az egész ország, ez az ember elveszíti a munkahelyét, mi marosvásárhelyiek elveszítjük ezt a fantasztikus brandet, ami itt született, ugye ez a Smurd, annyi életet tudott megmenteni, és egy példa, nem csak Romániában, sok országban már átveszik. És akkor ezek az emberek ott ültek nyugodtan, felvették a fizetésüket, a díjakat, az akármit, ők és tanácsosaik. És nem álltak mellé a marosvásárhelyi ember mellé, aki tüntetett, hogy neki nem elég a fizetése, nem elég a nyugdíja, nem tudja kifizetni a gázt, a vizet, a tartozásokat. Akkor ne jöjjenek most, és mondják azt, hogy ők Marosvásárhelyért. Mondják azt egyszerűen. Mi a PDL-ért, mi a pártunkért, mi a magán érdekeinkért. Szóval őket ismerjük, és velük tisztában vagyunk. Amivel nem vagyok én nyugodt, és nem vagyok tisztában az, hogyha már felnőttek vagyunk, ha már egy célunk van, egy közös célunk van, hogy legyőzzük a mostani vezetőséget, és egy más stílusú, emberközeli, normális, nyugodt, elegáns városvezetést, és bizonyára olyat, amely eredményes is tudjunk létrehozni. Akkor én azt mondom, tegyünk félre mindent. Nekem sem olyan könnyű abba hagyni a civil szférának a sokkal nyugodtabb életét, és kitenni magam annak, hogy minden nap ugye a sajtóba, vagy akárhol, rólam lehet akármilyen rágalmazást mondani, elindulhat akármilyen kellemetlen szójárás, stb. Nem könnyű egy nőnek, főleg amikor volt egy nemzetközi karrierem, és van egy családom. De megteszem a városért. Akkor elvárom a politikusok részéről is, úgy magyar, mint román politikusok, civil szervezetek, hogy fogjunk össze. Még nem késő. Május 1-jéig kell letenni a listákat. Én megértem azt, hogy normális, hogy legyen pluralizmus, és támogattam, és ugye László elnök úr nagyon jól tudja, hogy amikor elindult az MPP, akkor ugye az Emil Constantinescu elnök úrral támogattuk azt, hogy az ügyészségen ne hurcolják őket, és legyen lehetőségük indulni a választásokon. Mert ez a pluralizmus. De a pluralizmus nem jelenti azt, hogy abszolút olyan mély sáncok jöjjenek létre közöttünk, akik egyformán gondolkodunk, hogy szóba se álljunk. Úgyhogy én azt mondanám, hogy nagyon fontos, hogy a következő tanácsban minél több pártnak a képviselője legyen ott, olyan pártokból főleg, akik még nem kormányoztak ebbe a városban sem. De ugyanakkor, mikor a polgármester személyiségéhez jutunk, akkor próbáljunk egy olyan konszenzust találni, amely minél több embert győz meg, hogy eljöjjön szavazni, ugye? És a legesélyesebbet támogassuk mindannyian. Mindannyian. Ez nekem nem könnyű, megmondom őszintén. És az egyetlen dolog, amivel még nem vagyok tisztában, és gondolom, hogy önök is ezen gondolkodnak, ki a legesélyesebb? Én úgy hallom, hogy felméréseket egyesek és mások nem akarnak már készíteni. Ez nem egy jó ötlet. Mert ha nem akarunk, és nem a legesélyesebbet támogatjuk, akkor ne csodálkozzunk, ha elveszítjük a választásokat, és azután az emberek azt fogják mondani, ezek el akarták veszíteni a választásokat, és be akartak bennünket csapni. Ez ne történjen meg. Úgyhogy én egy optimista természet vagyok, meg vagyok győződve, hogy megpróbálok kommunikálni mindenki
irányába, nem azért, hogy engem fogadjanak el, mert ha elfogadnak, jó, és ha nem, folytatom a civil szférában az emberjogi tevékenységemet, de üljünk le, tárgyaljunk együtt, és találjuk meg a megfelelő megoldást, amivel nyerhetünk. És mindenki egy kis kompromisszumot fog kötni ahhoz, hogy együtt nyerhessünk. Igen, ez politika már, a kompromisszum, ugye az beletartozik. Itt a felmérésekről beszélt, engem érdekelnének a visszajelzések is. Melyek a visszajelzések önnel kapcsolatban? Hogy látja? Vannak olyan vélemények, hogy inkább az értelmiség az, amelyik önt talán támogatná ebben. Magyar emberek, én nagyon sokkal beszélgettem, és azt és szívvel, lélekkel mondták, hogy ők Smaranda Énakira szavaznak. De gondolom azért csak létezik valamilyen gépezet, valamilyen apparátus, amelyik valahogy figyeli ezeket, Facebookra lehet gondolni, bármire. Tehát hogy látja? Kik azok, akik esetleg magyar oldalról, vagy ugye hát két párhuzamos világ Marosvásárhely, tehát egyrészt magyar oldal, és másrészt román oldalról támogatná. De léteznek román emberek, akik azt mondják, hogy igen, önre szavaznánk inkább? Hát a két hónappal ezelőtt elkészült felmérést, amit én ismerek, igaz, hogy nem első kézből, de nagyjából az eredményeit ismerem, és tudom, hogy miről van szó. A magyar közösségen belül elég jó helyen jelentem meg, hogy így mondjam, mikor elsőként, mikor mondjuk körülbelül ott valahol, ahol Vas Levente lehetett, és a román közösségen belül másodikként jelentem meg Dorin Flóriá után, ami mégis egy nagyon nagy eredmény, mert, hogy így mondjam, a magyar közösség irányában mellettem volt egy elég pozitív 20 éves sajtó, mert általában a magyar sajtóban pozitív visszhangja volt a tevékenységemnek, főleg azért, mert ugye emberjogi, kisebbségi jogi kérdésekkel foglalkoztunk, de volt a román sajtóban itt egy nagyon befolyásos lap, amit mindenki meg kell vegyen, mert ott vannak a halotti hirdetések és mindenféle hirdetések, amiben ugye egy régi kommunista gárda mindig próbált engem lejáratni, és nem volt olyan könnyű nekem, hogy bizonyítsak. De mivel a Pro-Európa Liga emberi jogi irodájához egyformán folyamodtak románok, magyarok, cigányok, zsidók, nők, férfiak, fiatalok, öregek, akiknek gondjaik volt, valahogy 20-valamennyi év alatt meggyőztük őket, hogy komoly emberek vagyunk, és megbízhatóak, és hogy nem teszünk különbséget az emberek között, hanem mindenkit egyformán megvédünk, ha ez fontos, ha az embernek igaza van. És ebből kiindulva én azt hiszem, hogy van esélyem nekem is. Nyilvánvaló, lehet mondani, hogy inkább egy értelmiségi szférában, de az értelmiségi szféra azért befolyásos, ha részt akar venni a helyi politikában, és általában az értelmiségi vélemény, ugye az orvos, az ügyvéd, a tanár, az egyházi személyiségnek a véleménye valakiről, ha pozitív vagy negatívum, akkor ez valamit mond nekünk, azoknak, akik nem vagyunk annyira informáltak. Szóval ez egy irány. Na most én azt is bevallom, hogy nekem az is nagyon fontos, hogy a kampányon részt vehessek, mint ahogy Kolozsvárt is megtettem 2004-ben, hogy tudjam hirdetni, legyen nekem lehetőségem, mint ahogy most engem ön meghívott ide, legyen több lehetőségem azokról az értékekről beszélni, amit nem szabad elfelejteni. Ha vannak nehézségeink, ha vannak néha ellentéteink, mi együtt élünk itt egy régióba, és ezt föl kell építeni. És nem titkolom el senki előtt, hogyha Marosvásárhely polgármesteri munkája, ha úgy lenne szerencsém, én végezném azt, és ha az sikeres lenne, mint például amennyire sikeres a Klaus Johannisé Szebenbe, akkor ez egy alapot jelentene egy olyan erdélyi regionális politikának is, amiben ez a régió kihúzhatja magát,
és egy román-magyar összefogásból tudjon kinőni, mint Európa egyik esélyes, és nem egyik legszegényebb és elmaradott régiója. Mert vannak itt hagyományok. Itt nagyon sok kultúra van. Itt olyan lehetőségek vannak, amit még nem próbáltunk érvényesíteni. Úgyhogy ezt szeretném mondani, hogy részemre Marosvásárhely polgármesteri pozíciója egy kihívás, de ugyanakkor egy alap volna egy regionális politika megvalósításához is, és nem titkolom el, és ezt nem mondom el csak magyar nyelven, hanem román nyelven is, és gondolom, hogy ez az őszinteség és a korrektség, hogy én ismerem Dél-Tirol Bolzano-Bozen város történelmét, ahol német ajkúak és olasz ajkúak tudtak létrehozni egy olyan kétnyelvű régiót, amely egyik leggazdagabb és nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb régió, ahova szívesen megyünk sízni, mindannyian. Egy ilyen régiót tudok elképzelni itt Erdély közepében is, ugye Marosvásárhely valamikor Székelyföld fővárosa volt. És ennek meg lehet találni a mai modern megfelelő státuszát. Igen, ezzel a történettel kapcsolatban eszembe jut valami. Ugye a Marosvásárhely főterén valamikor volt egy főleg román könyveket árusító könyvesbolt, amelyik pár évvel ezelőtt egyik napról a másikra megbukott, eltűnt. És senki magyar oldalról például nem állt ki amellett, hogy már pedig szükség lenne arra a könyvesboltra továbbra is, ugyanis elkövették azt a szerintem bakit, hogy Hajdú Győző könyveit kitették, meg ilyen kicsit provokatív dolgokat is műveltek. Úgyhogy nincs Marosvásárhelyen egy ilyen reprezentatív szép könyvesbolt, akkor pontosan. Amikor sok más romániai városban, aztán nyugatról ne is beszéljünk, tele van könyvesboltokkal. Hát hogy néz ki egy város, amelyiknek a fő terén nincs egy könyvesbolt, egy európai város? Talán mindenképpen szükség van erre a hídra. De ami most egy picit az ördög ügyvédét játszanám, persze szokás szerint, az az lenne, sokszor elhangzik az a megjegyzés talán önnel kapcsolatban, hogy amíg a jelenlegi városvezetésnek, vagy tudom is én azoknak, akik jönnének, mások önön kívül, létezik valamilyen adminisztratív tapasztalata. És azt mondják, hogy Smarandai Nakinak nincs adminisztratív, közigazgatási tapasztalata. Igaz ez a vád? El tudja fogadni? Hát vagy ezt meg lehet tanulni? Nézze, én nem tudok visszautasítani akármit, amit az emberek gondolnak és mondnak. Lehet, hogy nekik is igazuk van, de rögtön az jutott eszembe, és elmosolyogtam magam. Minden nőnek van egy adminisztratív képessége. Induljunk ki ebből. Nem akarok senkit megbántani, de ez egy igazság. Rendezgetjük a dolgokat, és nem feledkezzünk meg arról, hogyha éppen Skype-on vagyunk, hogy a leves ne fusson ki, vagy a tej ne égjen oda. Egy disztributív figyelmünk is van. Ez az egyik dolog, de a komolyan beszélve most. Hozzá kell tennem, hogy én nagyon sokáig voltam a Bábszínház igazgatónője Marosvásárhelyen, egy kéttagozatú intézmény volt, amely számtalan országos díjat nyert, és ahol harmonikusan éltünk együtt, és mindenki a másik bemutatójára eljött, nagyon, nagyon jó volt a légkör. Akkor is mindent meg tudtam szervezni, és mindent találtunk, amikor el kellett menni 400 kilométerre, hogy beszerezzük a körtéket, vagy a sejmet, vagy a többit. És nem terror volt, hanem összetartás és összefogás. A második dolog az, hogy Románia nagyköveteként Helsinkiben egy követséget vezettem. Ami azt jelenti, hogy mégis az államunknak a legmagasabb szintű külföldi képviseletét. És azt akarom mondani, hogy ha amikor oda kerültem Helsinkibe 1998-ban, és valakivel kezet fogtam, és azt mondtam, Románia nagykövete vagyok, és rajtam átnézett, mert nem érdekelte őket Románia, és annak a nagykövetesem. Olyan rossz volt a vélemény az egész országról. Amikor el kellett onnan távoznom, mert Iliescu úr visszahivatott, akkor nem volt annyi nap a naptárba,
ahány búcsú vacsorát szerveztek a helsinki különböző minisztériumok és nagyköveti kollégáim, nagykövet kollégáim. És ezt azért mondom el, nem mert jaj, de jól dolgoztam és szerepeltem én, hanem azt a kis 12 személyes követséget meg tudtam úgy szervezni, hogy olyan szintet adtunk neki, ha kellett a padlásról lehoztuk a régi bútorokat, és az én kezemmel is vartam, de megtartottuk a vonalunkat, és abszolút jók voltunk. Azon kívül vezetek 22 éve egy olyan szervezetet, ami annak ellenére, hogy csak Marosvásárhelyen létezik, és most már csak 40 tagja van. Mindenhol, ahol írtak az átmeneti civil társadalmi szervezetekről Európában, ez a Pro Európa Liga megjelenik. Szóval azt hiszem, hogy hatékonyan tudok vezetni, mert az emberek közelében állok, szeretem és tisztelem az embereket, és tudok dolgozni velük. Ezt megkérdeztem. László elnök úrral kapcsolatban sajnos, mivel elég nehezen működik a visszajelzés az adással kapcsolatban, úgyhogy ilyen szóbeli beszélgetéseim vannak potenciális tévénézőkkel. László elnök úrtól talán azt kérdezném meg, amit ugye megfogalmazott egy kedves ismerősöm nemrég, hogy mi a helyzet, ugye, hogyha tovább tart ez a polgári pártnak a tevékenysége, nem verődik szét ez az RMDS, amelyik hát jól, rosszul, ön szerint rosszul, de azért csak képviselt, valami csak letett az asztalra. Ez a varázs kifejezést. Az RMDS valamit letett az asztalra. Ezzel lehet, hogy szétrobbantjuk ezt az egészet, és akkor nem marad semmi. Valójában tett le az RMDS az asztalra sok mindent, jót, rosszat egyaránt. De én nem azt mondanám, hogy az egész RMDS rossz, az egész RMDS szét kell verni, hanem én azt mondanám, hogy sajnos jelen pillanatban a reformnak nincs helye, nem adnak helyet az RMDS nagy vezére, nagy ágyúi, ahogy ön fogalmazott, berosdázott nagy ágyúi, emiatt úgymond kívülről meg kellett nekik említeni pont ezeknek a személyeknek, hiszen néhány személy tevékenysége és diktatúrája miatt kerültünk ide, azt is, hogy az RMDS-en kívül, az RMDS politikáján kívül van élet. Az, hogy az asztalra tettek le többé-kevésbé dolgokat, azt mondanám, hogy mindaz mellett, amit letettek, óriási nagy médiaköretet biztosítottak, tehát nagyon ügyesen el tudták adni úgy a jót, mint a rosszat egyaránt. És ahogy ma is látjuk napjainkban, 4 évente igen jól dolgoznak, és igen jól elkijátszották a magyar kártyát. Nem erről szeretnék beszélni. Arról szeretnék beszélni, hogy a Magyar Polgári Párt tulajdonképpen létezik, mert rengeteg olyan lyukat be kell tömni, amelyet az RMDS az elmúlt 22 évben nem tudott betömni. Egyrészt, másrészt pedig el kell mondanom azt, hogy rengeteg olyan lyuk van, amelyet az RMDS ásott, és nekünk ezt be kell tömnünk. Elmondhatom azt, hogy a jelen pillanatban a Magyar Polgári Párt igenis nagyon sok mindent letett az asztalra. Tehát, na ez az, amit az MPP ellenzői mondanak. Mit tett le az MPP az asztalra? Tehát ahol az MPP kormányzott, igenis jól teljesített, jobban teljesített, mint az RMDS az előtt 22 év alatt. Maros megyében jelen pillanatban egy polgármesterünk van. László Árpád úr, Gyulakuta községben. Hogyha végigmegy Vásárhelyen, elindul és felmegy Szovátáig, menjen el és nézze meg, az egyedüli olyan közigazgatás a Gyulakúti, ahol jelentős változások voltak. Úgy itt nemzeti identitás szempontjából, kultúra szempontjában, mint főleg, ugye, és a közigazgatásról beszélünk, területrendezésről. Tehát egy olyan településről van szó, egy olyan községről van szó, ahol 2 év alatt be lehetett vezetni a csatornahálózatot, járdákat lehetett, és komoly európai szintű raklapos járdák vannak a főutcákon, aszfaltozások történtek, vízhálózatot bevezették, mindez 2 év alatt. Természetesen a többi, a környékben levő falvak, települések, önkormányzatok ugyanúgy maradtak, mint az őskorszakban, ahogy 90-ben vagy a 90-es évek alatt, amit még teljesítettek napjainkig, nagyon-nagyon keveset, és elmondhatjuk azt, hogy sajnos Marosvásárhelytől Szovátáig sehol így nem teljesítettek, 22 év alatt RMDS-es elöljáruk. Tehát hiszünk az igazságban, de annál jobban hiszünk a valóságban, és ez a valóság. Tehát nem csak azt kell meg tudomásul venni, amit bizonyos RMDS médiaforrások ránk akarnak erőltetni, azt az igazságot kell nekünk befogadni, hanem
jó lenne kinyitni a szemeinket és a valóságra is felfigyelni. És ez a valóság például a Kükkülő mentén, ez a valóság Marosvásárhelytől egészen Szovátáig, és főleg ahogy mondtam, Kükkülő mentén, Baravásár, Szováta között. Igen, ahol kormányoztunk, eredményeket értünk el. Természetesen nagyon sok önkormányzatunk van, ahol a döntéshozatalban jelen van a Magyar Polgári Párt, sajnos egyszerű többséget sehol nem tudtunk elérni 2008-ban, viszont megemlíteném, hogy Maroskeresztúron például 15 tagú tanácsból egy tanácsossal elértük azt, hogy Székelykakasd nyakáról le tudtuk venni, úgymond kezdeményeztük, és nagyon keményen kiálltunk az emberek mellett, és a helyi önkormányzatban, ugye, úgymond sajnos Kakasd ezt nem tudta véglegesíteni, önmagában szükség volt az információra, szükség volt a szakmai segítségre, amit meg is adott úgymond a politikai szemszögből és önkormányzatokból, az önkormányzatból a Magyar Polgári Párt tanácsosa, természetesen más civil szervezete gond, úgy emlékszem, ön is kivette komolyan ott a részét, Jánáki asszony, egy tanácsossal úgymond meg tudtuk tenni, megállítottuk ezt az embertelen építményt, amit oda szerettek volna 400 méterre az emberek házaitól felépíteni. Elmondhatom azt, hogy nézzük meg, hogy a frissen lemondott prefektusunk, ispánunk, Páskán 50 ortodox hívet számolva nyáradszeredába fel akarta húzni a főtéren a harmadik ortodox templomot. A Magyar Polgári Párt tanácsosai vették ki nagyon keményen a harcot, vették ki a részüket, szép lassan már kényszerből nem volt mit tennük az RMDSZ-eseknek, muszáj volt csatlakozzanak, mert megegyeztek volna. Ugyanúgy megegyeztek volna a Gusa-szobor esetében, amikor politikai szervezetként igen kivette a Magyar Polgári Párt a részét, természetesen együtt dolgozza más civil szervezetekkel. Tehát ahol kormányoztunk, igen jól teljesítettünk, ahol pedig jelen voltunk, a transzparenciát biztosítottuk, és nagyon sok eredményt magunkénak tarthatunk. Ugyanakkor inkább azt mondanám, meg kell adni a Magyar Polgári Párt jelöltjeinek a lehetőséget, hogyha Gyulak után bizonyítani tudtunk meg más településeken, az egész megyébe bizonyítani tudjunk, és mindenhol a közigazgatásban rendet tudjunk tenni. Mert nem csak abban kell gondolkodni, hogy nincs pénz, hogy eljön megyei tanácselnök asszonyunk, és mindig az ábrándos projektjeiről beszél, hogy aztán Európából ennyi pénzt, annyi pénzt, higgyék el nekem, hiába hívják le a sok pénzt, ha nem úgy költik el, hogy azokat a pénzeket el kell költeni. Tehát Gyulak után elmondhatom önöknek, hogy nem segítettek bennünket a mindenkori hatalom, a megyei tanács, amelyet az RMDSZ ural, úgymond, mert egyetlen egy tanácsosunk sem volt ott, és kevés pénzből is lehetett jól teljesíteni. Elmondom önöknek, hogy amennyiben még uniós pénzek is lejönnek, mert pályázni lehet, és hogyha vannak jó projektjeink, európai szintű projektjeink, elképzeléseink, és lehívjuk a pénzeket, akkor be tudjuk azt bizonyítani, hogyha pénz nélkül tudtunk, pénzzel még jobban tudunk teljesíteni. Jobban sokkal, mint az eddigi kormányon lévő szervezetek, amelyekkel közösen az RMDSZ az elmúlt 16 évben kormányzott, és kormányozta Romániát, és lehet mondani azt, hogy 85%-ban Maros megyei magyar községeiben ők 100%-osan kezükbe tartották a hatalmat. És az eredmények maguktól beszélnek. Azt még elmondanám, hogyha figyelembe vesszük, hogy a Románia szinten, és nem csodálkozom 16 év kormányzás után, hogy a leggazdagabb politikusok Székelyföldről vannak, Hargita, Komászna és Maros megye, mégis oda kerültünk, hogy Románia közepén, az Európai Unióban a legszegényebb régió, a leggazdagabb politikusokkal az élen székelyföldi megyeink, amelynek része Maros megye is. Maros szék. Izsák Balázs SNT elnök úrral erről beszélgettünk, és azt mondta, hogy árnyalni kell ezt a szegénységi képet, úgyhogy majd a legközelebb erről még beszélgetnénk. Smaranda asszonytól viszont egy picit vissza, nagyon érdekel engem az, hogy látja, visszatérnék egy picit a választópolgárokhoz. Ugye szó volt arról, és ön is elismerte, hogy az értelmiség az, amelyik inkább támogatná önt. De mégis az átlagembert, azt, aki a Tudor lakónegyedben, a szomszédomban lakik, tömbházlakásban, télen hatalmasra szökik fel a közköltsége, az iskolákkal gond van, tehát ezeket az embereket hogyan tudná megszólítani? Hát itt
A nagy probléma az, hogy a politikához mostanában nagyon sok pénz kell, és nagyon sok média Tényleg a kampányhoz jelenlét. honnan lehet pénzt Szóval szerezni? egy függetlennek nincs olyan sok lehetősége, szerintem politikusoknak sem volna, de hát az úgy történik, hogy a politikusokról van egy olyan meggyőződés, hogy oda kerülnek a közpénz mellé, és vissza tudják fizetni az mostani kölcsönöket. Én megmondom őszintén, hogy a családom pénzügyi helyzetét nem hozhatom veszélyben, úgyhogy egy nagyon kevés pénzt fogok elkölteni, mint ahogy 2004-ben egy pár száz euróval ismeretlenként Kolozsvárt valahol 3,2%-ot kaptam a szavazatokból. Nem azt szeretném, hogy olyan keveset kapjak Marosvásárhelyen is, de az embereknek meg kell, és ez az én üzenetem, járom a negyedeket, járom a tömbházokat most, mert aláírásokat gyűjtök önkéntesekkel. Az önkéntesek kevesen vannak, és nagyon kedvesek, de ott kell lenni mellettük, mert néha hiába kérnek egy aláírást, az emberek nem engedik be a lakásba, mert bizalmatlanok. Másrészt azon gondolkodnak, hogyha nekem aláírnak egy ilyen támogatási ívet, akkor megtudódik, hogy engem támogattak. Ha én elveszítem a választásokat, valahol ez bosszúálláshoz vezet, ugye? Na most pénz nincs, de azt akarom mondani, hogy az emberek, ha lucidan gondolkodnak, akkor inkább azokra a jelöltekre szavazzanak, akiknek nincs nagyon sok pénzük. Mert ha fantasztikus kampányokat tudunk már most felépíteni, és mikor a város megtelik olyan óriási plakátokkal, színes plakátokkal, az felmegy néha 1-2 millió euróra. Gondoljunk arra, hogy egy jelölt, aki egy ilyen nagy kölcsönt vesz fel, mert kölcsönt vesz fel különböző barátoktól, ezeknek visszaad mindent a 4 év alatt, de ő magát is meg akarja szedni. Én nem akarom magam megszedni. Nekem, hál' Istennek, egy olyan családi hátterem van, hogy több nemzedéke intellektuelek vagyunk. Van egy házunk, van egy autónk, és van egy kertünk, és nekünk ez elég, mert a vagyon, a könyvek, a tudás és a zene. Szóval én nem akarok meggazdagodni, de nem is tudok sokat belefektetni a kampányba. Azért nem fogok tudni elérni mindenkihez, és ez már egy hátrányos helyzet. Hátrányban vagyok amúgy is, mert össze kell gyűjteni ezt a 3000, legalább 3000 aláírást. És nézzük meg a naptárt. Ma, április 19-e. Egy függetlennek 2%-át az össz választók számából kell összeszednie, mint támogatók. Még ma sem tudtam meg a Városi Választási Bizottságtól, hogy hányan vannak, mi a választópolgároknak a száma Vásárhelyen, hogy tudjam abból a 2%-ot kiszámítani. Egyszerűen, mert ott nem dolgozott senki ma reggel, mikor oda mentem. Igen, mert panaszt szeretne ugye benyújtani ezzel kapcsolatban. Van még 10 nap. Ott vagyunk valahol 1000 aláírás körül. Kell még legalább 2000 aláírás. Ez nagyon nehéz. Úgyhogy nagyon nehéz eljutni az ön szomszédjához. De én csak azt tudom remélni, hogy a 21. század polgárja, ő is tesz valamit abban az irányban, hogy megismerje, hogy kire szavazhat. Mert ha én egy pár cipőt meg akarok venni, akkor nem a lakásomba várom meg, hanem elmegyek az üzletbe. És ha én egy polgármestert akarok szavazni, ami 4 évig ki kell engem szolgáljon megfelelőképpen, mert én tartom el az én a közpénzből, akkor menjek ki a házból, figyeljek fel, próbálja megismerni, és autonóm módon döntsek. Ugye ön elég a politikai élettől bizonyos szinten távol levő közegben dolgozott az elmúlt években, de azért már ugye, ha jól emlékszem, 2010. decemberén jelentette be, hogy indulna
a polgármesteri székért. Azóta hogy érzi? Milyen ez az új közeg, ez a politikum? Sáros? Nem mondanám azt, hogy sáros. Azt mondanám, hogy, hogy léteznek érdekek a politikában. Nem minden önző érdek. Van közérdek is a politikában, de ami nehéz, megmondom őszintén, az, hogy mögöttem nem áll egy párt, hogy én nő vagyok, és általában a politikusok, amikor engem fölkeresnek, akkor egy elég radikális javaslattal jönnek, és sokszor az a javaslat úgy hangzott, hogy vonuljon vissza. Nehézségek a pártépítésnél. Még van egy pár másodpercünk. Folytathatom a mondatát. Kérem. Ugye nem gondolt rám, ugye nem, a Magyar Polgári Párt nem is kerestük meg, tehát nem tettünk ilyen javaslatot. Nem, azt kellett volna mondjam, a nagy pártok. A nagy pártok így viselkednek. Igen. Lehet, hogy a kisebb pártokkal is. Tapasztaltuk, igen, beszéltem róla, nem hagytuk magunkat viszont, tehát ahogy mondtam, az egy év alatt megpróbáltunk minden lehetetlen, mondhatnám már, csak éppen meggyőzzük a nagypártokat, hogy kellene, de nem voltak hajlandóak. Nehézségek a pártépítésben? Vannak nehézségek, nem könnyű pártot építeni, nem könnyű szervezetet, politikai szervezeteket felépíteni olyan körülmények között, hogy a nagypártoknak köszönhetően oda kerültünk, hogy mikor már csak a politikum szót meghallják az emberek, abszolút ki vannak ábrándulva, nem is akarnak hallani. Nekünk azért elmondhatom, sikerült. Idén 33 polgármester jelöltel indulunk Marosvásárhelyen, 48 Maros megyében elnézést, 48 teljes listával remélhetőleg. 2008-hoz képest remélem jobb eredményeket érünk el, remélem ott leszünk minden egyes önkormányzatban, ahol legalábbis indulunk, Marosvásárhelyi tanácsban, megyei tanácsban, és biztosítani fogjuk legalább az átláthatóságot, amennyiben nem is tudjuk a valódi rendszerváltást elérni idén. De ez sincs kizárva, még mindent megteszünk azért, hogy sikeresek legyünk. Rendben. Hát én nagyon szépen köszönöm Smarándai Nákinak és László Győrnek, hogy a vendégem volt. Ez volt a Felső Emelet 6. adása. Köszönöm a figyelmüket, jó éjszakát kívánok! Jó éjszakát! Köszönjük, jó éjszakát!